Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. És vendégem a vonal túlsó végén Olmbár Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Az elmúlt percekben egy amerikai könyvről, a Deep State legyőzéséről beszélgettünk, ugyanis itt volt velem a szerző, és ő is elmondta, hogy ez alapjában véve nem korlátozódik Amerikára, tehát az Európa parlamenti választásoknak is olyan tétje van, hogy kérdés az, hogy milyen erők fognak győzni. Tehát az önök álláspontja szerint mi a tétje Magyarország számára a hamarosan bekövetkező Európa parlamenti választásoknak? Hogyne, sajnos nem volt alkalmam meghallgatni az előző beszélgetést, de örülök, hogy ez a téma felmerült, mert valóban azok a problémák, amikkel mi is itt az európai kontinensen küzdünk, azoknak egy része pont ebből a Deep State koncepcióból következnek, és abból, hogy olyan intézmények akarnak dönteni a jövőnkről, amelyet valójában nem választott politikusok, akik a nép akaratát képviselik. Tehát nem ilyen politikusok vezetik, hanem valahogy a mélyen működő adminisztráció, amelyet sajátos logika szerint szeretné az általa helyesnek gondolt irányba terelni az eseményeket. Ugye az európai parlamenti választással összefüggésben ez a mi megítélésünk szerint leginkább úgy jelentkezik, hogy a brüsszeli bürokrácia az Európai Unió intézményeit, és azon belül is különösen az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot vezető bürokrácia, de nem csak erről a két intézményről van szó, az teljes mértékben elkötelezett egy bevándorláspárti politika megvalósítása mellett, és teljes mértékben elkötelezett az Európai Egyesült Államok, vagyis az Európai Birodalom eszméje mellett. Mi itt Magyarországon és a magyarországi kormánypártok azok úgy gondolkodnak, hogy a bevándorlást azt meg kell állítani, az európai intézményeknek bevándorlás elleneseknek kell lennie, és az Európai Egyesült Államok, tehát az Európai Birodalom eszméje az egy totalitárius, elnyomó eszmény, ami nem szolgálja Európa jövőjét, hanem ha ez megvalósul, akkor azokat a vívmányokat, amik miatt szeretjük az Európai Uniót, azokat komolyan veszélyeztetni fogja. Ezért aztán a Nemzetek Európájának koncepcióját kell megerősíteni, aminek az alapja az, hogy az európai tagállamokban megválasztott politikusok és az európai tagállamok, nemzetállamok képviselői azok, akik együttműködésben és kompromisszumkeresésben döntenek Európa jövőjéről. Ez a két legfontosabb pont, tehát hogy az intézményeket bevándorlás ellenes politikusoknak kell vezetni, és meg kell akadályozni, hogy az európai deep state, vagyis a brüsszeli bürokrácia az a Európai Egyesült Államok lázámos elképzelését megpróbálja megvalósítani. A mi megítélésünk szerint erről szól a május 26-ai választás. Mondom ezt úgy, hogy még egyszer sajnos nem hallgattam az előző beszélgetést, de a téma az nem is lehetne aktuálisabb, és számunkra is rendkívül fontosságú, és érdeklődéssel figyeljük egyébként az Egyesült Államokban zajló, e tekintetben zajló küzdelmeket is. Így van, és hát valóban arról volt szó a könyv bemutatása kapcsán is, hogy a szerző Jeremy Corzi arról írt, hogy ezek a háttér hatalmak, árnyék hatalmak gyakorlatilag egyfajta globalista érdekeket képviselnek, ilyen módon tehát nem korlátozódik az Amerikai Egyesült Államokra, ezért különösen érdekes lehet összekötni az EP választásokkal. Tehát, hogyha a bevándorlás ellenességről beszélünk, akkor lehet, hogy érdemes arról szót ejteni, hogy ez mennyiben szolgálja a globalizmust, ha már az árnyék hatalmaknak ez lenne a célja. Hát én azt látom, vagy azt gondolom, hogy az összefüggés az teljesen egyértelmű. Ugye mi konzervatívok alapvetően hiszünk abban, hogy érdemes a múltról beszélgetni, mert ha megértjük a múltat, akkor sokkal jobban fogjuk érteni a jelent, és sokkal pontosabb következtetéseket, vagy legalábbis elképzeléseket tudunk megfogalmazni a jövővel összefüggésben is. És hogyha az Európai Unióra, meg az európai kontinensre tekintünk, és visszamegyünk az európai integráció kezdetéhez, az 50-es, 60-as években,
akkor azt látjuk, hogy akkor az 50-es, 60-as években is az Európai Unió előtt szervezeteinek létrehozása mellett bábáskodó politikusok sem tudtak abban megegyezni, hogy mi az európai együttműködés végcélja. Voltak olyan politikusok, akik már akkor az 50-es, 60-as években azt mondták, hogy a nemzetek, a nemzetállamok és a nacionalizmus, mint ideológia felelős a 20. század borzalmaiért, és ezért az európai együttműködés végcélja az nem lehet más, mint hogy a nemzeteket lebontsuk, és egy közös európai birodalmat, egy végül is egy globális logikában működő, vagy legalábbis regionális logikában működő birodalmat hozzunk létre. Ezzel szemben már a kezdetektől fogva ott voltak az európai együttműködés kor, és később aztán ez egy egyre erősebb hang volt, amelyik erősen támadták ezt az első megközelítést, és azt mondták, hogy egy fenéket az európai, a 20. században Európában történt borzalmakért nem a nemzetek és a nacionalizmus a felelős, hiszen mind a kommunizmus, mind a nácizmus, mind a fasizmus, azok igazából nem nemzeti, hanem nemzetközi ideológiák, azok imperialista ideológiák, és ezek az imperialista ideológiák voltak a felelős ezekért a világégésekért. Tehát a globalizmust akkoriban ezek az ideológiák képviselték. Jelenítették meg, ez pontosan így van. És éppen ezért az európai együttműködés végcélja az nem lehet más, mint hogy a nemzeteket visszaállítsa, és a nemzetek között gazdasági együttműködés és politikai együttműködés peremfeltételeit biztosítsa, mert csak így lehet az európai kontinensen békét és jólétet teremteni. Ez a két elképzelés a kezdetektől fogva küzd egymással, de egészen eddig mindig sikerült kompromisszumot találni. Ami most a problémát okozza, az az, hogy az európai intézmények vezetői, az európai parlamenti képviselők döntő többsége és az Európai Bizottság maga végletesen elkötelezett az első megközelítés irányába, mely szerint a nemzeteket le kell építeni, Brüsszelt pedig meg kell erősíteni. És ebben a logikában, ebben az elképzelésben a bevándorlás pártiság, a szabad így fogalmazni, ez egy szükséges, de nem elégséges előfeltétel, mert nemzeteket csak akkor lehet leépíteni, ha nemzethez kötődő állampolgárok számát, vagy legalábbis részarányát csökkentjük. De ezt a meggyőzés olyan... már nem megy, azért kell ehhez az eszközhöz folyamodni, hiszen az itt élők is szavazhatnának úgy, hogy ők szeretnének egy globalista államban élni. Így van, így van. És ugye jelen pillanatban, ha nézzük a közvélemény kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy még mindig az európai választópolgároknak a döntő többsége nem akar európai szuperállamot. Ő a nemzeti kultúra védelmére épülő Európát, a határok védelmére épülő Európát, és nemzetek Európáját akar. És ezt arra is, tehát a felmérések azt is mutatják, hogy ez azokban az országokban is igaz, ahol a politikusok ennek az ellenkezőjét képviselik? Ez azokban az országokban is igaz, még akkor is, hogyha egyébként a bizonyos nyugat-európai országokban a média elit, gazdasági, kulturális elit, ugyanúgy, ahogy a politikai elit jó része is, teljesen homlok egyenes eltérő elképzeléseket hangoztat. Ettől függetlenül az európai választópolgárok többsége az ezen az elképzelésen alapul, és e tekintetben nincs kelet-nyugat közötti megosztottság. Tehát, hogy nem csak a visegrádi négyekről van ezúttal már szó. Tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy jönnek a hírek mondjuk Svédországból, Németországból, Franciaországból, Hollandiából, akkor ön azt mondja, hogy igazából a közvéleménykutatások alapján nem ezt a fajta politikát kellene követni az őket képviselőknek. Hát például a hollandok kifejezetten kritikusak az európai birodalmi törekvésekkel kapcsolatban, és ott egyébként a pártpreferenciában látszik, tehát nekem én a tegnapi napot, meg a tegnap előtti napot Londonban és Amsterdamban töltöttem, és többek között például Amsterdamban Thierry Bodéval volt alkalmam találkozni, aki az egyik új jobboldali bevándorláskritikus pártnak a vezetője. Ők most úgy néz ki, hogy meg fogják nyerni az európai parlamenti választást, vagy legalábbis az első helyek valamelyikét fogják elérni. Tehát jól látszik, hogy Hollandiában is erősödik az igény a nemzeti szuverenitást, a
zsidó-keresztény kultúra védelmét, a határok védelmét és a multikulturalizmus eszményének elutasítását képviselő, egyébként nem szélsőséges, hanem abszolút visszafogott és moderált politikusok irányába. Úgyhogy azért itt történnek változások, bár az kétségtelen, hogy a nyugat-európai médiatér, amelyben azért fogalmazunk finoman, nem sok lehetőség van az eltérő elképzeléseknek a bemutatására. Hát ez valóban nagyon eufemisztikus volt. Finoman szólva nem túl plurálisak bizonyos kérdésekben a nyugat-európai tudósítások, szemben mondjuk Kelet-Közép-Európával, ahol mondjuk bevándorlás ügyében a szélsőségesen liberális és a szélsőségesen konzervatív vélemények is kellő teret kapnak. Ez ott nem képzelhető el, és ez nyilván kihat a politikai preferenciára is, de ennek ellenére igaz, hogy az európai választott polgárok többsége az ezen elképzelést vallja magáinak, és tulajdonképpen a május 26-ai választás is egy esély arra, hogy a népképviselet, tehát az európai választópolgároknak az akarata nagyobb teret kapjon az európai intézményekben, mert jelen pillanatban az európai intézményeket az európai brüsszeli elit vezeti, akiknek meg teljesen más az elképzelésük, mint az átlag európai választópolgároknak. Tehát akkor nagyon nagy a tét, és hát van a kettő között, tehát az európai Egyesült Államokat preferálók, illetve a nemzetállamokat preferáló erők között nagyon lényeges a különbség, és ahogy ön mondja, most már a konszenzus, vagy egyfajta együttélési kompromisszumkeresés is nagyon távol került. Akkor nagyon... van, és ez az egész összefügg a bevándorlással, mert félreértés ne essék, tehát aki az európai szuperállam kialakításának projektjét támogatja, annak szükségképpen bevándorláspártinak is kell lennie, mert ugye ahogy beszéltünk róla előbb, a kettő együtt jár. Tehát aki a Nemzetek Európáját, koncepcióját erősíti, az ebből következően a bevándorlással szemben erősen kritikus is. Úgyhogy ez a két dolog összefügg egymással, egymást erősítés mind a kettő stratégiai, illetve európai jövőjét hosszú távon meghatározó kérdés is. Tehát akkor nyilvánvalóan ezért nyilvánult meg Semjén Zsolt is úgy, hogy nem csak vallás, hanem kultúra is a kereszténység. Akkor valószínűleg ez a tét, de ugye már nagyon sok változás történt Európában a lakossági szinten is, akár a bevándorlás miatt is, hogy ha többségbe kerülne most esetleg az az erő, aminek most, ahogy ön is mondja, a mainstream médiában már túl sok megszólalási lehetősége nincs, akkor ez változhatna még? Hát, először is én lehet, hogy ez az életkoromból adódok, de én alapvetően optimista vagyok. De, mert hát erről nem beszélem rá nyilvánvalóan. Mert én azt gondolom, hogy van esély változása. Az Európai Unió azért végső soron pont arról szól, hogy mindenkinek a hangját hallatnia kell benne. Pont ez okoz egyébként megütközést, hogy a kelet-közép-európai országok megérkeztek az európai integrációba, és nekik egy sajátos elképzelésük van az európai kontinens jövőjéről, ami persze adott esetben meg adott pontokon eltér a nyugat-európai értelmezéstől, és ezen van most a nagy megütközés, hogy hát hogy lehet az, hogy... De miért nevezik ezt sajátosnak, amikor eredetileg, tehát ez már eleve a terminológia egy kicsit meghatározó, hogy az lenne sajátos, amikor valaki nemzetállamokba gondolkodik, és esetleg olyan típusú demokráciában, ahol lehet hallatni mindenkinek a hangját? Hát így van, tehát érezhető, hogy nincsenek komolyan érvelhető pozícióik e tekintetben. Az európai együttműködésnek pont akkor arról kell szólnia, hogy mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni, és pont attól tudott a korábbi évtizedekben az európai együttműködés sikeres lenni, és azokat a vívmányokat elérni, amelyeket mindannyian kedvelünk, hogy a kompromisszum keresésre
és a kompromisszum találásra, és egyébként a józanészre épült, úgyhogy ez az alapokhoz kell visszatalálni most jelen pillanatban. Most így a kampány hajrájában mivel tudja még a szavazókat megszólítani azzal, hogy ez mindenki sajátjának érezze, hiszen azért Magyarország lakosság, amikor egyenként kell szavazni, nem biztos, hogy mindenki egyenként érzi ennek a súlyát a saját vállán. Én azt gondolom, a magyarországi kampányt figyelve, meg összehasonlítva pár más európai országban zajló kampánnyal, hogy mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert a magyar választópolgárok többsége tisztában van ennek a választásnak a jelentőségével, tisztában van ennek a választásnak az európai jelentőségével, és én azt látom, hogy a magyarországi kampány is főleg európai témák körül forog, és ez nagyon helyes, és nagyon jó, hogy ez így van. Nem minden országban van így, van olyan, ahol a belpolitika sajnálatos módon felülírja ezeket a kérdéseket, de Magyarországon nincs így. Amit mi tudunk tenni az ügy érdekében, az az, hogy fórumokat szervezünk, konferenciákat tartunk, előadásokat tartunk, ahol elmondjuk azt, hogy itt nem csak a saját és a Magyarország jelenéről, hanem jövőjéről is szóló döntéseket kell meghozni, és hogy oda kell arra figyelnünk, hogy ugye egészen eddig azért Magyarországon is az európai parlamenti választásának főleg a belpolitikai jelentősége volt a fontos, de most először az európai parlamenti választások történetében van európai kampánytéma, és ez az európai kampánytéma minden ország lakosai szerint a migráció, vagy az azzal szorosan összefüggő terrorizmus kérdése. Ezért aztán a magyaroknak is ezzel összefüggésben és Európa jövőjére kiható módon kell elmondani a véleményüket. És akkor nagyjából arra is számíthatunk, hogy a közvéleménykutatásoknak megfelelően azok, akik esetleg másfajta erőket képviselnek, mint a saját országuk beli mainstream média, most hallathatják a hangjukat, vagy egyáltalán gondol arra, hogy ő hozzájuk is eljutnak ennek a tétje? Én azt látom, hogy Európában ilyen jelzőtűzszerűen egyre több helyen gyúlnak fel fények, és egyre több olyan politikai erő jelenik meg, amelyik hasonlóképpen gondolkodik, amelyik nyitott más országokból jövő hasonlóan gondolkodó politikai erőkre is, és azt gondolom, hogy ennek lehet egy üzenete egyrészt a brüsszeli elit számára, másrészt nyilván a választópolgárok számára is, tehát én e tekintetben is bizakodó vagyok. Gondolom, hogy ez is hozzájárul a magyar választók ösztönzéséhez, hogy akár érezhetik azt, hogy nem lesznek egyedül, tehát hogy nem arról van szó, hogy itt valami magányos harcosként kell ebben részt venni. Nem, abszolút nem. Meg hát azért, tehát hogy mondjam, nem szeretnék zsákbamacskát árulni. Abban azért biztosak vagyunk, hogy május 26-ával ez a küzdelem nem záródik le. Hát ez a küzdelem tovább fog folytatódni. Ez egy nagyon fontos csata, a május 26-ai, de a küzdelem tovább fog folytatódni. A következő években is ez a törésvonal biztos, hogy meghatározó lesz az európai politikán belül. De egyrészt fontos, hogy ebben a küzdelemben a Nemzetek Európájának koncepcióját képviselő erők jól szerepeljenek, másrészt a magyar külpolitikának is az az alapvetése imáron Szent István király óta, hogy a mi országunk akkor tud jól működni és békét és fejlődést hozni az itt élőknek, ha megvan a szuverenitása, és ha ezzel a szuverenitásával élve minél nagyobb mozgásteret tud magának a nemzetközi térben is kivívni és fenntartani. Én abban reménykedek, hogy noha a küzdelem folytatódni fog május 26-a után is, olyan európai intézmények fognak alakulni, nem csak a magyar választópolgárok, hanem a többi európai választópolgár döntéséből következően is, amelyek több mozgásteret hagynak nekünk. Ezek a totális birodalmi ideológiák, a kettős mérce és a fenyegetőzés vissza fog szorulni, és egy olyan európai politikai tér fog alakulni, amelyben a magyar kormánynak több lehetősége van, és kevesebb nyomásgyakorlásnak kell ellenállnia.
a saját maga által követett politika megvalósításában, ami az elmúlt években is majdnem 5% körüli gazdasági növekedést, jelentős béremelkedést és folyamatosan javuló foglalkoztatási és javuló munkanélküliségi adatokat eredményezett. Tehát igen, komoly tétje van, hogy mindenki beleszólhat ezekbe a dolgokba május 26-án. Nagyon köszönöm Orbán Balázs miniszterhelyettes parlamenti stratégiai államtitkárnak a beszélgetést. Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.